A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, első ízben hirdetett közönségszavazatot a Fejér megyei hírlap és az online formátum a olvasóinak az évembere és az év sportolója hasonlóan az év színészére is szavazhatott a színházba járó a színház szerető közönség. Ugye 5 színész volt a szavazólistán: Gáspár Sándor, Tóth Ildikót, Rokkán Péter és Varga Gabriella, és Sági Tamás, aki végül is az olvasók bizalmából, tehát az elmúlt esztendő évszínész elismerést, tehát 2023-ban átvehetted. Gratulálunk ezúton is. Köszönöm szépen. És ez az első évadnyitón adták át ezt az elismerést. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hiszen 2016-ban viszont ugye az évszínésze a tiéd lett, akkor a társulat szavazott. De mind a kettő megerősítés. De valóban megerősítést jelent ez? Hiszen egy olyan időszak után vagyunk, ami azt hiszem, hogy nem csak a köznapi embert, de a színművészetet és általában a művészetet is megviselte. Ez mindenképp így van, sajnos igen. Én is köszöntöm a nézőket. Hát az első érzés vagy gondolat ugye az öröm. Tehát egy végtelen boldog voltam, és nagyon hálás, és köszönöm a rám szavazó nézőknek. Nem dicsekvésképpen mondom, de már a társulat 2-szer szavazott meg az évszínészének. Hát az, hogy a nézők is, ez hát nyilván egyfajta visszaigazolás, de hogy a mi szakmánkban ugye minden évad mindig egy új kezdés, mert az, ami volt, az volt. Az, hogy rövid időn belül a két társulati szavazás után a nézők is engem találtak az évad legjobbjának, ez hallatlan öröm. Nem tudom, hogy visszaigazolás, hát nyilván valamiféle visszaigazolás is, de azt azért el kell mondani, hogy ehhez kellettek feladatok is, olyan feladatok, amiben az ember meg tudja magát méretni, és hát úgy alakult az én sorsom, hogy hál' Isten voltak ilyen feladatok. Méghozzá fantasztikus feladatok. Otthon mit mondtak a gyermekek később? Hát a legkisebb gyermekem, azt hiszem, hogy mondhatom, hogy büszke volt rám, de ő még sok olyan előadást nem látott. Például a Nem félünk a farkastól, ami azért nem neki való, vagy nem igazán. De hát nyilván a feleségem és a nagyobb gyermekeim nagyon boldogok voltak szintén. Ha már Nem félünk a farkastól, mert jó néhány darab majd most nyilván szóba kell, hogy kerüljön, mert ezek, de a Nem félünk a farkastól, ez egy kult darab egyébként is. Most viszont egy olyan rendezői elképzelést láttunk, ami azt hiszem, hogy leborulhatunk előtte, mert pont itt még a beszélgetésünk elején mondtam, hogy a forgószínpad ez az országos színházi műsorunkban is, ez alatt a legnagyobb sikert, ugye Szegeden ezt mérik, és nagyon sokan mondták, hogy ez egy egészen különleges, mármint a rendezői attitűd is, és ti pedig fantasztikusak voltatok. Te is megjegyezted egyébként, hogy ez neked egy nagy élmény lehetett. Nagyon nagy. Ez egy olyan darab, amit általában ugye akkor szoktak elővenni, amikor a nagy színészeknek a jutalomjátékát akarják megvalósítani. Hát itt azért nem akarok se nagyképű, se szerénytelenét azért, de mégse erről volt szó. Egész egyszerűen úgy alakult, hogy ezt a darabot elővette a színház, és kicsit kacskaringosan, de végül is úgy alakult, hogy én játszom benne a George-ot, igen, a férfi főszerepet. És a frissen ide szerződött Cukor Balázs rendező első rendezése volt itt Fehérváron, és ő rendezte ezt a darabot, és nekem nagyon, nagyon jó, és nagyon, nagyon kellemes találkozás volt a Balázzsal, ami nagyon jól megtaláltuk a hangot, és szerintem a Balázs egy nagyon jó ízléssel rendelkező rendező, aki ráadásul nagyon
komolyan vette a feladatát, és egész nyáron dolgozott is a szövegkönyvön. Mert én ismerem az eredetét, azért az egy jóval terjedelmesebb szövegkönyv, és hát ugye ez a 60-as években íródott, ha jól emlékszem. Nagyon sok olyan utalás is volt benne, nagyon sok olyan monológ, ami talán most a 2023-ban itt Magyarországon már kevésbé tudott akkorát hatni, mondani a nézőknek, és ezt egy kicsit leporolta a Balázs, és egy kicsit leszűkítette ezt a történetet, és szerintem nagyon jól tette. Rácsodálkoztunk mi is, meg kell, hogy mondjam, akik a főpróbát néztük, és utána az előadást is. Igen. És Cukor Balázs rendezéseit néhányat megnéztem előtte is, mindig hoznak valami újat. Igen, a Balázs nagyon-nagyon, ugyanakkor még nagyon szeretem benne, hogy nagyon tiszteli a darabot is, de főleg a jól értelembelt hatását és a mondani valóját az természetesen mindig megtartja, de nagyon jó érzékel porolja le azokat a, vagy nyesi le azokat a mellékszálakat, ami nem feltétlen nem erősek, de talán nyilván, tehát nem lehet a 60-as évek Amerikáját összehasonlítani a mai Magyarország helyzetével, vagy azokkal a gondolatokkal, amit most a nézőt esetleg érdekli, és ezeket a nagyon jó arányérzékkel szokta így pofozgatni, vagy kivenni, vagy kicsit átírni, de természetesen azt gondolom, hogy a darab az egyáltalán nem sérült, sőt, inkább egy jóval feszesebb történetet sikerült csinálnunk belőle. Igen, kortalan lett. Igen, egy kicsit igen. Mondom. Mint ahogy Julius Cézár is kortalan lett. Tehát én azt gondolom, hogy a Julius Cézárt jószerivel mindenki olvasta, látta valamilyen formában feltétlenül. Ugyanakkor az a beugrásod Brutus szerepével ez egész egyszerűen fantasztikus volt. Tehát ez másféle Julius Cézárt ismerhettünk meg már, mint magát a darabot. Mintha üzenete lett volna a 21. századnak is. Pedig tudjuk, hogy ez így van, mert ez amikor megírta Shakespeare, akkor ugye ő arra a századra írta, akkor volt felismerhető. Most meg azt látjuk, hogy ez a 21. században is így volt. És ráadásul Brutus szerepében én azt mindenki remekelt, de a Brutus különlegesen fontos nekünk. Örülök, hogyha így látod. Hát valóban nekem át kellett venni ezt a szerepet egy hét alatt, mert az eredetileg ezt a szerepet játszó kollega lebetegedett, és egy kicsit ilyen gyors talpaló módjára kellett léteznem ebben az egészben. Hát a rendező szándéka ugye az volt, ami azért erősen benne van magában a darabban is, hogy ugye vajon mi a legjobb államforma, vagy mi a legjobb rendszer egy országnak, egy államnak, hogy van egy erős vezető, aki valóban a kezében tartja a hatalmat és az ügyeket, és ő az, aki tulajdonképpen megmond mindent, vagy pedig a demokráciát, ami ugye Churchill mondta, jól emlékszem, hogy nem egy jó államforma, de egyelőre nem találtunk ki még jobbat, hogy és ugye Brutus ezt képviseli, hogy fékek nélkül az biztos, hogy hosszú távon én azt látom, most a történelemről beszélek, hogy nem tud működni hosszú távon, hogyha egy személy kezében koncentrálódik a hatalom. És hát ennek a tulajdonképpen a zsarnoki és a demokratikus állam eszmény közötti feszültség, vita, és aztán ugye egy forradalom, vagy egy háborúba, egy polgárháborúba torkolik ez a történet. Ennek arcát mutatjuk meg. Én, aki Brutust játszottam, azt gondolom, hogy hát nem hiszem, hogy szóval nincsenek ma már ilyen államférfiak, mint ő. És talán nem is jó politikus, sőt, biztos, hogy nem jó politikus egyébként.
inkább azok az eszmék, amiket ő képvisel, azok a fontosak. És azok, amik szerintem érdemes, hogy elgondolkodjon az ember, mert egész egyszerűen csak és kizárólag, hogyha egy ember kezében összpontosul egy hatalom, a legnagyobb jó szándékkal is egész egyszerűen, mivel emberek vagyunk, és úgy vagyunk kitalálva, hogy előbb-utóbb hibázunk, és hogyha nincsenek fékek, hanem csak egy félelem vagy egy rettegés van előbb-utóbb, miután ez az ember, konkrétan ugye Cézár hatalomra kerül, sérülnek azok az emberi értékek, azok a szabadsághoz való jogunk, a vélemény nyilvánítás jogai, és ez biztos, hogy nem jó. Aztán persze, ugye ez a kérdés, vagy ez a darab se ad választ, hogy tulajdonképpen akkor mégis mi a jó eszményi államforma. Hát az biztos, hogy egy demokratikus államban, hogyha nincsenek fékek, és nincsenek olyan intézmények, amik mégiscsak korlátok közé szorítja a hatalmat, akkor ott nagyon csúnya világ tud eljönni. És akkor már is Szofoklész kerülhet szóba, az Antigone, hiszen Kreón bőrébe bújtál, és azt hiszem, hogy az Antigone megint egy olyan darab, amely üzenetet hordoz mindenféle szempontból. Kreónnak lenni a 21. században meglehetősen nehéz feladat, hiszen ezt a szerepet is úgy kell eljátszani, hogy egy kicsit visszaadni mindazt, ami az Antigone drámájában szerepel, viszont Szofoklész is gondolt arra, hogy ezt a jövőnek írja. Tehát tulajdonképpen nekünk, mondom én. Igen. Ugye egy 2000 éves történet, és hogyha itt is tulajdonképpen a hatalom és a hatalomnak az emberekhez való viszonyát boncolgatja, hogy ebből a szempontból nagyon hasonlatos egy kicsit akár a Julius Cézárhoz is. Itt is van egy ember, aki hogy mondjam, nem zsarnokként akar uralkodni, vagy nem ez a fő cél, de mégiscsak olyan értékrendet teremt, és olyan törvényeket hoz, ami egyszer csak szembe megy azokkal a íratlan törvényekkel, ami évezredes, vagy ami a mi kultúránkban, mióta az ember tudatára ébredt, azok működnek. És akkor egyszer csak jön egy konfliktus, jön egy Antigone, aki egész egyszerűen a történetben ugye el akarja temetni egy polgárháborúban elesett testvérét. És azt mondja a Kreón, hogy nem lehet, mert ez az ember a saját országa ellen támad, tehát hogy ezt az embert nem lehet eltemetni tisztességesen, miközben, hogy mondjam, Ahhoz való jogát az embernek, hogy a saját szeretteit egész egyszerűen tisztességesen eltemesse, azt nem lehet elvenni. Ilyen kis, úgymond egyszerű dolgokból hatalmas konfliktusok tudnak kerekedni, és itt is Kreón szembe megy azokkal az emberi törvényekkel, iratlan törvényekkel, amivel nem szabadna, bármennyire is jót akar. És hát bele is bukik. Igen, ezek olyan évadok voltak, ahol megjelentek a mélységek. Viszont most jön két olyan darab, amiben lubickoltál, mondom én. Tehát az egyik mindenképpen a Boeing. A másik pedig a fém. Mr. Myers szerepe, az azt hiszem, hogy ez mintha rád írták volna, neked írták volna. Igen. Nagyon élveztem mind a kettőt. Hát nyilván a fém című musicalben én egy nagyon kis epizód szerepet játszom, de nagyon kedveltem. Egy művészeti iskolának az egyik tanárát játszottam. Igen. Nagyon szerettem. Hát a Boeing meg egy fergeteges komédia. És hát hál' Isten olyan partnerekkel voltam együtt, mint az Egyed Attila, vagy a Varga Lili, vagy a Ladányi Juli, Varga Mari, Kisdia Magdolna, tehát egyik jobb színész, mint a másik, és egyiknek jobb humora van, mint a másiknak. Úgyhogy ez tényleg egy lubickolás volt. Hát persze kemény, mert ugye ott iszonyatos tempót kell tartani, nagyon jó ritmusérzékekkel rendelkezni,
De hát nagyon szerettük ezt. Ha már a Tempónál tartunk, ugye mindenképpen különleges volt az Ember tragédiája 2. De ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz tudni kell, hogy az Ember tragédiája önmagában az első, arra épült minden. És az szerintem bátorságra van egyéb iránt az a felkérés, hogy 4 olyan szerzőt szólítottatok meg, és végül is írták meg, akik teljesen másként gondolkodnak a világról, és sikerült úgy elhelyezniük ezeket a szereplőket, illetve a történeteket, hogy az egyik oldalról mintegy folytatása az Ember tragédiájának, a másik oldalról tehát ugyanazokat a tanulságokat hordozza, csak 21. századi módon. Tehát ez egy kivételes nagy kihívás volt, mondom én. Igen, az volt, egy nagy kísérlet volt, és ugye az egész társulat ugyanúgy, hogy az Ember tragédiája egyben, úgymond a klasszikus történetben részt vett, ugyanúgy ebben az újra gondolt, vagy tovább bír történetben is az egész társulat részt vett, úgyhogy ez nekünk is egy ilyen, meg gondolom a nézőknek is egy ilyen, már ez önmagában egy érdekesség, és így van, ahogy mondod. Másmilyen az Ádám? Mennyire másmilyen, amit játszottál? Mint ami Ádámot mi megismertünk annak idején. Hát ugye az én Ádámom, ennek a kettőnek van egy keretjátéka, tehát ugye az elején meg a végén játszom én az Ádámot. Hát abból a szempontból nem, hogy itt is megvan az a, hogy mondjam, talán az a naivitás, vagy a jóra való, vagy az a tisztaság, amit mondjuk minden Ádám képvisel. És minden Ádám, mert ugye nem csak 4 szerző volt, 4 rendező, hanem 4 Ádám is volt ebben a darabban. A tisztaság, az emberi értékeknek a fejlődése, az emberi együttérésnek a fejlődése, tehát a jóra való készség, ez azt hiszem, hogy ez nem változott. És a végére hagytam, ami számomra, meg kell, hogy mondjam, a legkedvesebb, óriási meglepetést jelentett, tehát a te monodrámád a cégvezető, ráadásul H. János tollából, én azt mondom, hogy az év darabja volt, és nem azért, mert itt vagy, én ezt számos módon hangoztatom is, mert ez egy egészen különleges. Önmagában is, hogy egy olyan időszakban fogtál neki, amikor ugye a koronavírus járvány kellős közepén voltunk majdnem csak, és ráadásul ez egy olyan darab, számtanszor mondtad, hogy Perce Lenikőnek nagyon sokat köszönhetsz ebben az értelemben, mert hogy ő fedezte fel, és ezt mintha rád szabták volna teljes egészében. Nehéz volt a választás és a döntés, hogy igen, ezt meg kell csinálnom, mert ez egy cseppet sem egyszerű darab. Dramaturgiájában sem, semmilyen értelemben. Azt kell mondjam, hogy nem volt nehéz. Mert amikor elolvastam, ugye végül is azért ez nem egy darab, hanem egy könyv, egy regény. Igen, világos. És amikor én elolvastam, akkor számomra egyértelmű volt. Tehát azt szoktam is mondani, hogy ha én tudnék írni, mint ahogy nem tudok sajnos, akkor ezeknek a gondolatoknak, amit a H-ben, a regényben megfogalmaz, annak a 80%-ával azonosulni tudok. Tehát, mintha én írtam volna. Végtelen emberi történet. Hát nagyon. Ugye több síkon mozog a történet. Van egy konkrét, van a cégvezető, ugye nekik van egy személyes élete, egy magánélete. De ugyanakkor van benne egy erős társadalom kritika, vagy nem is tudom, vagy inkább nem is kritika, hanem inkább egy társadalmi moralitás állapota, amiben létezünk mondjuk a rendszerváltástól. És ezt annyira jó ízléssel kapta el a háj, vagy olyan jól írja ezeket, hogy nekem rögtön megtetszett. Már csak azért is, mert ugye nem hangzik el se egy név, se egy párt. Nem is ítélkezik, bár talán annak tűnik, de el is mondja, hogy se az emberek fölött, se semmiféle rendszer fölött nem ítélkezik, hanem egyszerűen csak azt akarja a háj ebben a könyvben, hogy mind a személyes létezésünk, a különböző emberi viszonyaink, akár a családban, vagy mondjuk a politikához, vagy egyáltalán abban a rendszerben, amiben élünk, ahhoz való tisztánlátásunk legalább legyen meg,
És ezt szerintem a legjobb ízléssel képviseli. Ez és nem ez... tudom, mert se több annál sok. Hát igen, igen. Mert ugye ő csapong ezekben a történetekben, tényleg olyan, mintha az embernek a saját lelkiismeret egyszer csak oda leülne veled szembe, és nem keresve kibúvókat, egész egyszerűen szembesít a magánéleteddel is, meg egyáltalán azzal a közeggel is, amiben te mozogtál, és ahogy gondolkodtál rendszerekről. És ez szerintem nagyon izgalmas tud lenni, és úgy látom, hogy a nézők is nagyon, nagyon szeretik. Senki fölött nem, tehát maga a cégvezető, mint főszereplő fölött se ítélkezik a hely, hanem azt mondja, hogy ez van. Aztán az, hogy milyen kapcsolódásokat talál a néző a saját életében ezekkel a gondolatokkal, azt mindenki, nyilván aki nézi, azt maga tudja, és eldönti, hogy mit kezd vele. Így van. Egész egyszerűen. Meg annyit talál, ez biztos, hogy megerősíthetem, hiszen számtalan olyan színházjáróval beszéltem, akik ezt megerősítették szintén. No, a távozókról néhány szót ejtsünk, mert nagyon-nagyon fontos. Ugye az Antigonét Nagy Peti rendezte, igen, és akkor mi arról beszéltünk, hogy ez lehet a jövő útja számára mindenképpen, hiszen fantasztikus volt a rendezése, az első rendezése. Ugye azokhoz csatlakozott már, mint Kerkai Ritához, akik színművész létükre jól érzik magukat, és jól értik, hogy rendezőként mire van szükség. Aztán elment Lili, akit szintén említettél, és hát ő is hiányozni fog, mint ahogy hiányzik mindenki, aki elmegy értelemszerűen, Tóth Ildi nem különben, hiszen ő is rendkívül fontos szerepet játszott. Mit jelent egy színész életében, amikor, hát tudjuk, hogy azért nem örökhöz kötött egyetlen színművész sem, de amikor olyan társak mennek el, akikre számíthatott minden körülmények között? Egy nagy szomorúság. Egy nagy szomorúság, még akkor is, ahogy te is mondod, a mi életünkben ez bármikor benne van, hogy valaki vagy nem érzi jól magát egy színházban, ami nem feltétlen hogy mondjam, tehát egy színésznek ugye a fejlődésében egész egyszerűen van úgy, hogy azt érzi, hogy megreked, még akkor is, ha látszólag esetleg kap olyan szerepeket, amit én, mint kívülálló azt gondolom, hogy ő jól érzi magát, nem feltétlen biztos, hogy ez így van. Vagy van egy felkérése, ami akár szakmailag, vagy akár anyagilag egész egyszerűen nagyobb kihívás, vagy egy sokkal pozitívabb dolog. És ezek a kollégák, akik elmennek, ettől függetlenül azért nagy fájdalom, mert nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon közel álltak hozzá. Mint ahogy Percelenikő is, akit kihagytam, annál is inkább, hiszen ugye esett szó itt a H. János cégvezetőről. Igen. Úgyhogy, és így hirtelen most ez olyan soknak tűnik ráadásul nekem. Tehát nem is az, hogy egy embert kell idézőjelben egy kicsit meggyászolni, hogy elmegy, hanem többen vannak, és mindegyikkel kiváló kapcsolatom volt, ahogy a többieknek is szerintem, mert azt kell, hogy mondjam, hogy Fehérváron nagyon, nagyon, nagyon szeretjük egymást emberileg is, nem csak szakmailag. Úgyhogy nagyon nagy szomorúság. Hát persze ez olyan szakma, ugye mindig mondják, hogy ez kicsi ez a szakma, bármikor összetalálkozhatunk bárhol, bármilyen munka kapcsán, ami remélem, hogy így is lesz. Sőt, ráadásul úgy tudom, hogy nincs bezárva itt a kapu, tehát lehet, hogy még egyszer csak feltűnnek itt Fehérváron, aminek nagyon örülnék. Hát szomorú ez. Mit hozhat az új évad? Hát remélem a nézők számára csupa jót. Egy kicsit nehézkesen indulunk, erről beszélgettünk is, sajnos. Nem tudom, hogy mi az oka, ezt a vezetőségtől kell megkérdezni. Játsszuk a régi darabjainkat, főleg azokat, amik a közönség is nagyon szeretett, de az új bemutatónk az sajnos eléggé csúszik. Már elkezdődtek a próba folyamatok. De ettől függetlenül én nagyon, nagyon remélem, hogy azért utoléri magát a színház, és olyan produkciók fognak születni, mint szakmailag, mint hogy mondjam. Igazán de most az jutott eszembe, hogy talán populárisabb szinten is, tehát ezt értve a vidámabb és könnyedebb darabokra is, természetesen remélem, hogy azok is kiváló szakmai szinten fognak elkészülni. Azért izgalmas előadások lesznek szerintem idén is.
Én speciál két darabban fogok, illetve most úgy néz ki, hogy háromban szerepelni. Az egyik egy vígjáték lesz, amit Cukor Balázs fog rendezni, a Nem most drágám címmel, amiben ha jól tudom, a Gáspár Sanyival ketten leszünk a főszereplők, és aztán a Horváth Csaba által rendezett Vojcekben fogok szerepelni, és most behozta a színház az Apacsok című darabot, amiben át kell vennem egy szerepet, méghozzá egy elég jelentős és egy nagyon jó szerepet, és ezt már bemutatták nyáron, ez egy nyári bemutató volt Veszprémben, ez egy nyári színházi történet volt, de a színház behozta ezt a darabot, és én nagyon remélem, hogy ennek is nagy sikere lesz. Hát a többiről ugye a Király beszéde lesz még, a Kőszívű ember fiai, ezek mind izgalmas történetek. Hát remélem, hogy mindegyik jól fog sikerülni. Érdeklődéssel várjuk. Igen. Nem tudom, hogy mit kívánjak. Én azt gondolom, hogy egy olyan eredményes esztendőt, mint a tavalyi volt, mert azt hiszem, hogy nem csak a színművészeknek, a rendezőknek, dramaturgoknak, a Vörösmarty Színház valamennyi dolgozójának is szüksége lesz erre. És hát akkor hajrá, mi mást mondhatnék. Hát nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy megtisztelt, és még egyszer mindannyiunk nevében gratulálok az elismeréshez, jó helyre került. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Sági Tamás volt a vendégem, aki az elmúlt évad legjobb színésze elismerést kapta meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, ne feledjék, rövidesen kezdődik az évad. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.